Megöltek egy terhes nőt Nyírkátán. A rendőrség egyelőre nem közölt részleteket. A helyiek szerint azonban a nő a párjával veszett össze, majd elmenekült közös otthonukból. A férfi utána ment, egy erdőbe rángatta és ott végzett vele. Felkavaró riport következik. Még keresték a rendőrök a fiatalasszony gyilkosát, amikor stábunk Nyírkátára ért. Az a férfi, aki a holttestet megtalálta, nyilatkozott híradónknak, de kérte, hogy arcát nem mutassuk. Azt mondta, hogy a rendőrök szerint a nő már legalább 4-5 órája halott lehetett, amikor rátalált. Az erdőbe mentünk többeken, azt én a kerítés tövébe mentem, mert mondták, osszuk el a területet. Hát 15-20 méterre mentem, ha már láttam, hogy valaki ott fekszik, oda mentem, feje le volt takarva. Hát, mintha a hasa még mozgott volna, de szerintem az a gyerek volt benne, de már utána még a hasa se izélt. Mondom, ez már meghalt. A szomszédokat is meglepte az eset, mert veszekedést nem nagyon hallottak a pár házából. A férfi dolgozott, az élettársa otthon volt napközben. Úgy keltük fel, hogy anyósom felkeltett, azt mondta, hogy mi történt, de járt ide nálunk rendszeresen, nem volt egy rossz lány, én szerettem nagyon. És állapotos volt? Igen. Mennyi idős volt? 6 hónapos. Az ügyben a rendőrség egyelőre nem nyilatkozik. A falubeliek úgy tudják, hogy a férfi elől a nő egy ismerőséhez menekült. Innen cibálta ki a párja, majd egy erdőbe vitte, és ott végzett vele. Emberöléssel állunk szemben, aminek az alapesete 5-15 évig terjedő szabadságvesztés. Amennyiben minősített esetről beszélünk, akkor ez 5-20, illetve életfogytig tartó szabadságvesztés. Nyilván a nyomozás fogja azt eldönteni, hogy van-e ilyen minősített eset ebben az ügyben. A férfi a gyilkosság után megpróbált elrejtőzni, de nem jutott messzire. Egy közeli gabonatáblában bújt el, de dél körül rátaláltak és elfogták.